Zene szó és munkazaj hallatszik a kismányoki székelyporta udvaráról. A népcsoport képviselői ismét megrendezték a néprajzi tábort, mely a vírusjárvány miatt elmaradt. Egyéb rendezvények miatt ezúttal kibővült, így gyerekek és felnőttek egyaránt tüsténkedhetnek a házban és a ház körül. A célok nem változtak idén sem. Át kell örökíteni azokat a tevékenységformákat, melyek magukban hordozzák a székelység kultúráját. Mindezt, ha csak lehet, családi körben, mert a minta mindennél erősebb tanítás. Vaj egy órát, vaj egy felet, adjak egy búslevelet. Megírtam a búslevelet, babám szívem majd megrepet. A tavalyi évhez képest annyiban változott, hogy kibővítettük. Ugye szerettünk volna három tábort az idén szervezni, illetve különböző helyeken. Többek között itt lett volna a felnőttek néprajzi tábora, ugye akkor az Aldunán rendeztük volna Székelykevén ugye a hagyományos néprajzi táborunkat, és akkor ugye itt a vírus miatt önképpen összevontuk. Úgyhogy az idén 31. alkalommal mégis egy ilyen összevont tábort sikerült összehozni. Ugye ez azt jelenti, hogy egy művésztábort is szeretünk volna, ugye Mézsi Szabó István tiszteletére, illetve emlékére, és így tulajdonképpen ezzel bővült ki az egész tábori életünk, hogy ugye nem csak a faragás, ugye, ami kimondottan, tehát igyekszünk mindenhol ugye a bukovinai dolgokat belevinni, tehát tulajdonképpen akár az agyagozás, hiszen ugye itt akkor meg kell említenem Lőrincz Gergely bácsit, ugye, aki fest, ugye többek között ugye most az agyaggal, tehát a kis plasztikákat tanítja a fiatalok részére, valamint Sebessén Gáspár. Ugye itt elosztottuk a feladatokat, ő aki a kimondottan ugye a festése és a rajzzal, a szénrajzzal, Pasterral, megint csak a Lőrinc. Tehát így szétosztottuk a feladatokat, kis csoportokat hoztunk létre, és így akkor tulajdonképpen fafaragás van, ahogy mondtam, tehát a művész tábor, ahogy említettem, valamint ugye hát az ének, ami része ugye a kultúránknak, Fábián Évi vezetésével, népdalénekes, valamint ugye szövés, Lőrinc Etel, aki illetve van kisegítője neki is, és akkor így tulajdonképpen bent a szövőműhelyben, hiszen minden együtt itt megtalálható a székelyportán. A fafaragást is kibővítettük, hiszen ugye a Bonyhádi Székely Parkot szeretnénk újra visszaállítani. Augusztus 20-án lesz az avatója. Ugye itt most újra kellett sok mindent faragni, hiszen régen készült már festeni, újra fessük, csiszoltuk, tehát teljesen újra ki lesz alakítva, és akkor még megkértek ugye Kakasról, hogy egy székely ugye fürgentyűs kocsit hozzunk rendbe, úgyhogy ezt is elvállaltuk, ami megint csak ugye majd augusztus 20-án Kakasdon lesz kiállítva. Menjünk sorjában. Még a férfiak az udvaron készítik a fafaragványokat, a hölgyek és szőni tanuló gyerekek a házban tanulják a dalokat és a szövőszék használatát. Fábián Éva népdalénekes segítségével elevenednek meg a régi dallamok. Ami újdonság ebbe a táborba, hogy van nekünk még egy Hajdú Józsefné Benkő Margit nénink kétjen, aki gyönyörű szép stílusban, tehát ő még szép hangon és nagyon szép stílusban is tud énekelni. Tehát ő egy nagyon jó, hát úgy csúnyán úgy mondjuk, hogy adatközlő. Tehát ő tényleg első kézből meg a szülei szájából szippantotta a dalokat. Ugye híresen sok keserves tudunk a keserves sorsunk miatt, gondolom, de ő ezekből is a legszebbeket őrzi. Fábián Éva nagymamájának írkás füzetébe kordokumentumként megvan a bejegyzés, mely 1916-ból való, mikor az orosz csapatok megszállták Bukovinát. 1916. június 20-ikán, délután 2 órakor jött be az orosz András falvára és más hová, és erőst futtak szegény magyar katonák, erőst kellett szaladjanak, és mégis lehet még egy sem tudott kimenekülni az Kárpátokra, ki meghalt, és az mást elfogták, nem volt merre tekeredjenek,
mert erős sok volt az kucsmás és az lapos fejű. Egy szegény honvéd gyalogezred szakaszvezető, lehet az is, Isten tudja, mi van vele, de bajjal menekült, Isten velük, sajnálom. Ilyen a megszállás egy szemtanú szemével. De térjünk vissza a mába, hiszen rövidesen Bonyhádon ismét állni fog a székelykapu, jelezve a népcsoport jelenlétét és súlyát a térségben. A munkálatokat Szemcsuk István fafaragó irányítja, aki egyben a fiatalokkal is foglalkozik, tanítva nekik a késhasználatot és a minták kialakítását. Bonyhádi székelyportnak a újra rakását, tervezését, ide a kapu, meg a különböző más kopjafák, azokat felújítani és összerakni, megcsinálni. De ezen belül sok fiatal, 5-6 fiatal van, akik igen érdeklődnek a faragás után. Itt látni lehetett ilyen kisebb kopjafaszerűségeket. Kés használat, ez volt az első, mert ugye kezet elvághatják, valamint egy pár olyan dolgot, amit ők szeretnének, hát úgy azért a késsel faragni. Később évben remélem, hogy megszeretik ezt, és majd csinálnak olyan dolgokat, amit itt láttak, és majd folytatják. Valamint ott volt kopjafa, amit elkezdtünk, ott is látják azokat a mintákat, amit a kopjafákra csinálnak, és arra próbálják átmásolni mindezeket. Valamint kis dologra szeretné a székelykör vezetője, az ottani székelykör vezetője, a Robi, hogy oda csinálni egy Csaba királyfit. Na most ő elhozta, ugye Erdélyben sok helyen van ilyen Csaba királyfi, hozott egy pár fényképet, és azt szerint szeretnénk megcsinálni, reméljük, hogy meg lesz, és az fel lesz állítva, ugyancsak, ha jól tudom, 20-án, augusztus 20-án. Remélem, sikerül. Én mindig is ezt szorgalmaztam, hogy bármit megtehetünk, de ha a családban nincs egyfajta értéke ennek, akkor ugye itt csak egy jó buli. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy egy egész évet, vagy egész életet tulajdonképpen ki kell töltsön ez a fajta kúr, és egyfajta megszállottság is kell hozzá, végül is, ami úgy gondolom, hogy itt tudjuk beoltani. Tehát főleg mindig mondom, hogy de nem én találtam ki, ugye, hogy 9 éves korig, amilyen ingerek érik a gyerekeket, az igenis ki fog hajtani. Hát itt hála jó Istennek azért van bőven lehetőségük, hiszen a délelőtti programok, az mindig ugye amikor meghirdettük a tábort, akkor mindenképpen kértük, hogy jelezzék meg, hogy ezekből a programokból mire szeretne jelentkezni, és már ugye akkor így be tudtuk osztani, hogy arányában ugye ne legyen, hogy egyik helyen sok van, másik helyen meg kevesen. Többet is megjelöltek volt, aki, és így a lehetőség, tehát mindenképpen délelőtti programot egy kötött, tehát aki letette a lantját egy helyre, azt végzi. És akkor délután meg ugye, tehát a délelőtt a tanítás, délután meg a gyakorlás, ennek a gyakorlása, de ott van lehetőség esetleg egyikről másikra átmenni és kicsit ismerkedni. És így tulajdonképpen aki fogékony, de nem kezdjük újra ugye az alapoktól, hanem akkor belekóstolhat, és amennyi tud, elraktároz abból is. Hogy ne legyen ilyen olyan hárva, bémenjen a korcsó mába. Fecském, édes fecském, vedd szárnyadra levelecském. Vidd el, gyuhaj messze tájra, tedd a babám ablakára.